Szeretettel köszöntöm Önöket, a világ minden tájáról, többek között az óceánról, túlról résztvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtisztelt minket jelenlétükkel a Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Hunor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén. Én Lagzi Karesz vagyok, mellettem elragadó feleségem. Lagzi Böbe vagyok. Mi vagyunk a PPH egyik vezető házaspárja. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. A mai előadást a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs, boldogság specialista, egyedülálló médium és Magyarország legnagyobb spirituális szervezetének vezetője és alapítója fogja tartani. Ő az egyik legelismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. Ő egy olyan ember, aki az egész életet annak szentelte, hogy más embereknek segítsen. 1993 óta foglalkozik emberekkel, több mint 60 ezer embernek segített már. 17 cég alapításában vett részt, 4 különböző területen ért el piacvezetői pozíciót, úgy, hogy az egyiket már nem is csinálja, és még senki nem tudta felülmúlni az eredményeket. A 4. piacvezetői pozíciót a jelenlegi területen érte el, vagyis a szellemi fejlesztések, a coachképzések területén. Ő egy igen magas szellemi szintű ember. Minden téren rendelkezik kellő tudással és tapasztalattal, mert bejárta az utat az anyagtól a szellemiségig. 30 éves munkája során kiválóan elsajátította, hogyan kell bánni az emberekkel, önmagunkkal, az életünkkel, pénzünkkel, a munkánkkal, a családunkkal, a lelkünkkel és a teremtőnkkel. És ezt megtanítja másoknak is. Nem csak az elméletet adja át, hanem az élet minden területén használható gyakorlati módszereket is nyújt. Személyes küldetése átadni az embereknek azt az eltitkolt tudást és képességeket, módszerekkel, ami által képesek lesznek a problémáikat megoldani, illetve megelőzni, az életük minden területét helyesen kezelni, megtanulják használni etikusan a teremtő képességüket, melyekkel az emberek szeretetben, békében, elismerésben, boldogan, egymással együttműködve élnek. Nem igazán jellemző, hogy egy ennyire nagy tudással és tapasztalattal rendelkező üzletember az egyének és a társadalom szellemi felemelkedésére tegye az életét. Különleges kapcsolata van az égiekkel, hiszen az a küldetése ezen a földön, hogy segítsen elhozni az emberiség számára az aranykort. A vezetőnk több különleges médiumi képességgel is rendelkezik. Az általa közvetített üzenetek tiszta teremtői forrásból fakadnak. Akik jobban ismerik őt, mint mi is, erről személyesen meggyőződtünk. Én még nem találkoztam olyan emberrel, aki mindezt ilyen magas etikai szinten érte volna el, mint a Szedlacsik Miklós. Szeretném megkérni szervezetünk alapítóját, vezetőjét, Szedlacsik Miklós mesterkóst, hogy fáradjon a színpadra és tartsa meg a mai előadást. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mennyire vagytok elégedettek azzal, amifelé halad a világ, ami a jelenlegi világban van, ahogy alakulnak a dolgok? Érdekes, egy ezzel kapcsolatban jutott eszembe a minap, hogy ugye tegnap például
tudom én, el kellett szaladnom a, ugye, a 15. kerületben lévő bevásárlóközponthoz, a Pólus Centerhez, és akkor azt láttam, hogy tel is tele a parkoló, tehát hatalmas parkolója van egyébként, és tel is tele autókkal, és rengetegen jöttek, mentek ott a Pólus Centerbe, vásárolgattak. Tehát nem ücsörögtek, vagy ilyesmi, nem vásárolgattak. És akkor ugye az jutott eszembe, hogy ugye mentem előtte is, meg utána is ugye autóval, és azt láttam, hogy viszonylag elég nagy forgalom volt, és ilyenkor nyáron nem ezt szoktuk meg. Tehát azt szoktuk meg, hogy ilyenkor nyáron az emberek azok nem nagyon vannak otthon. Tehát ami annyit jelent, hogy el vannak utazva. Most ugye ez az elutazás, ez ugye nem egészen úgy működik, mint ahogy működött mondjuk tavaly előtt, vagy az előtt. És azt látom, hogy az emberek mennek, jönnek, mennek, hát mint akik kiszabadultak a ketrecből, vagy nem tudom honnan, de komolyan mondom. Tehát úgy néz ki, mintha most, ugye tavaly ez nem volt. Tehát tavaly nem vettem észre, de tavaly csak 3 hónapra volt zárás. Most 6 hónapig volt zárás. Tehát 2-szer annyi ideig. És szó szerint most úgy működnek az emberek, mint akik kiszabadultak valahonnan. Érted? És vásárolnak nyakra főre, és jönnek, mennek. De ugye mivel nyaralni nem nagyon tudnak menni, tehát főleg külföldre nem, ezért itt a városban, Budapesten jönnek, mennek. Tehát viszonylag nagy a forgalom olyankor is, most ilyenkor nyáron, amikor már nem szokott forgalom lenni. Tehát látni azt, hogy az anyagért élnek. Hát ebben nekem igazából semmi bajom nincs, hogy az anyagért élnek, nem az én problémám, hanem az övéké. És de hát ugye miért csinálják ezt? Mert lassan kezdenek rájönni az emberek arra, hogy hát valószínűleg addig kell így jönni, menni, rohangászni, szaladgálni, mint a mérgezett egerek valahova, ameddig lehet. Nem? Mert ugye most már azért sok emberben megfordul az, hogy majd megint mikor fognak szigorítani. Bár éppen a nejem mesélte valamelyik nap, hogy beszélt valakivel, és az azt mondta, hogy ott ma nem lesz semmi, már minden normálisan fog működni, nem tudom, hol él az illető. Na mindegy. Tehát lényeg az, hogy ha már itt kérdeztem ezzel a világgal kapcsolatos dolgokat, akkor már egyben választ is adtam, hogy nem egy olyan világban élünk, ami volt, amiben felnőttél, amiben akár felnőttként sokáig éltél, hanem egy olyan világban élünk, ami a legtöbb ember számára szokatlan. És az emberek nehezen fogadják el azt, hogy ez a világ, amiben vagyunk, ez már nem lesz az a világ, ami volt. És így elindult egy változás, és nem tudom, tudjátok-e, hogy minden olyan változás, ami változás, az mivel szokott kezdődni? Hát valamilyen szintű káosszal kezdődik. És ha ezt megnézed, ez igazából a másfél év az a káoszról szól. Nem? Tehát, ami eltelt másfél év március óta, ha megnézitek, káosz van. Káosz van az emberek fejébe, nem?
Káosz van a vezetésben, káosz van a cégvezetéseknél, de mindenütt. És ez a káosz ugye komoly problémákat kezdett előidézni. Hát például azt, hogy gazdasági visszaesés, például azt, hogy pénzromlás, stb. Stb. Tehát, hogy változás lesz, az biztos, mert minden változás káosszal szokott kezdődni, és ez a káosz, ez létrejött, és még benne vagyunk a káoszban, mert még mindig óriási bizonytalanságok vannak. Na most ugye egy a kérdés, hogy neked a jövőd, méghozzá a nem távoli jövőd, mondjuk a következő egy év, az hogy fog lezajlani? Tehát veszteségekkel, vagy nyereségekkel? Ugye a veszteségek meg lehetnek olyanok, hogy érzelmi alapon kiinduló veszteségek, vagy fizikai alapon kiinduló veszteségek. A fizikai alap az ilyen anyagi természetű, anyag természetű, a szellemi alap, vagy a érzelmi alapon pedig a bánat. Érted? Bánat. Félelem. Tehát milyen bánat? A veszteségek fájdalma. Milyen félelem? Félelem, ami létrejött a veszteségek véget, és félelem attól, hogy nagyobbak vagy hasonlók jöhetnek. És most egy ilyen világ felé megyünk, ahol ebben van egy teszt. Tehát tesztelve vannak az emberek, hogy hogyan állják meg a helyüket, hogyan állják a sarat, ahogy szokták ezt mondani. És én azt látom, hogy ez nem tudatosan történik így, hanem ez ösztönösen történik így. Tehát ha tudatosan történne így, akkor ez nem így történne. Itt valami ösztönösség van az egész mögött. Tehát az annyit jelent, hogy most tök mindegy, de az van, hogy a következő, tehát hogy még mindig nem kifelé megyünk ezekből a dolgokból, hanem még javában befelé. Na most, ez tudod, mit fog eredményezni? Ez azt fogja eredményezni, hogy rengeteg embernek rengeteg vesztesége lesz. Érted? Tehát mind anyag terén, mind érzelem terén. Tehát, ugye én ezt mondtam, hogy nem az lesz a kérdés, hogy ki marad, vagy ki megy, tehát ki éli túl, vagy ki nem éli túl, hanem az lesz a kérdés, hogy akik túlélik, azok érzelmileg hogyan fogják kezelni. Mit nem élnek túl? Tehát az ember úgy működik, jó, ha tudjuk, hogyha megy lefele egy embernek a hangulata, mindegy milyen okból megy le az ember hangulata, akkor egyre rövidebb az esélye a túlélésre. Tehát minél rosszabb állapotúak az emberek, egyre hamarabb meghalnak. Most mindegy milyen okból halnak meg. Egy jó állapotú ember nem hal meg. Világos ez? Az azt jelenti, hogy addig, míg jó állapotú, addig nem hal meg. És ahhoz el kell romlani a hangulatának, hogy meghaljon. Világos ez? Na most, ha ezt megnézzük, ezt a dolgot, akkor ugye itt egy olyan időszak jön, ahol az embereknek azért kell levinni a hangulatát, hogy megnézzék, hogy ezzel kapcsolatban mik a
Hát mik fognak történni, hogyha lemegy a hangulat? Érted? Tehát az emberek hogyan kezelik saját maguk ezt a helyzetet? Tehát nem a kormány hogyan kezeli. Az nem számít. Az emberek hogyan kezelik. És itt ugye az a kérdés, hogy mit tesz az ember még pluszba azért, hogy a hangulata az tovább romoljon. Érted? Tehát milyen szellemi és fizikai dolgokat tesz az ember azért, hogy a hangulata az tovább romoljon. Tehát mit lehet tenni, fizikai vagy szellemi dolgot, hogy a hangulata tovább romoljon? Tehát például mondjuk valaki mit tesz az egészségéért? Érted? Mi olyan dolgokat tesz az egészségéért, amit mondjuk nem kéne tenni? De tudatlanságból mégis azt teszi, amit nem kéne tenni. De most teljesen mindegy, hogy mi az. Most mondok példát, hogy értsétek. 12-e óta, március 12-e óta, tavaly március 12-e óta, ugye nem győzöm hangsúlyozni, hogy a vírusokkal és a baktériumokkal szemben az egészséges immunrendszer a megoldás. Tehát az azt jelenti, hogy az erős immunrendszer a megoldás. Az erős immunrendszer az két dologból tud létrejönni. Az egyik dolog az, hogy az illető jó állapotú, tehát jó hangulatú. A másik dolog pedig, hogy az immunrendszer megkapja azokat a tápanyagokat, tehát tápanyagokat, és azáltal, hogy jó állapotú az illető, képes hasznosítani a tápanyagokat. Világos ez? Minél rosszabb állapotú egy ember, annál képtelenebb a tápanyagok hasznosítására. És lényeg az, hogy az immunrendszer megkapja a tápanyagot, akkor az eszköz számára, hogy oda hova kell, beépítse a tápanyagokat. Tehát oda hova kell. Tehát a működésünkhöz kell, tudjuk jól, tápanyag. És ha ezt a megfelelő tápanyagot nem tudja a szervezet megkapni, akkor nem is tudja beépíteni oda, ahova kellene. És alapvetően ez a két dolog az, ami az immunrendszer jó működését, helyes működését biztosítja. Na most lehetne még mondani számos dolgot, de ha jobban megnézzük, az valamilyen szinten mind a hangulathoz kapcsolódik. Tehát lehetne ilyeneket mondani, hogy mozgás, jó levegő, elektroszmog, stb. De ez mind kapcsolódik valamilyen szinten a jó hangulathoz. Tehát az azt jelenti, hogy ha jó hangulat van, akkor ezek megvannak. Oké? Okay? Tehát ez rendben vannak ezek a háttér dolgok, amit az imént éppen felsorolta. Na most, ugye ezt március óta beszélem azt, hogy tápanyag és hangulat. Na most, és azt látom, hogy azok, akik itt tanulnak, annak egy része, mintha elengedte volna ezt a fülemet. Tehát nem figyel a hangulatára, vagy nem figyel arra, hogy milyen tápanyagbevitel van a szervezetében.
és utána meg csodálkozik, hogyha az immunrendszere nem kellőképpen erős. Tehát, akkor most mondok nektek egy újságot ebben kapcsolatban. Magyarország lakosságának az átlag immunrendszere gyenge, nem erős, gyenge. Na most, és nem tudom, tudjátok-e, hogy most a halálozási statisztikánk, amit állítólagos, ugye Covid-dal kapcsolatos halálozási statisztika, az a világon az egyik legmagasabb. A halálozási statisztikán. Na most lehet, hogy más statisztika, ugye nyilván a statisztikákat úgy alakítják, hogy akarják, de lehet valamilyen szinten jó statisztika, de mégis a halálozásban, a Covid-dal kapcsolatos halálozási statisztikákban élenjárók vagyunk. Elsők, valahogy így. Na most, ez azt jelenti, hogy hát ha mégis belehalnak az emberek, akkor ugye miért halnak bele? Hát mert rossz a hangulatuk, meg gyenge az immunrendszerük, illetve azért gyenge az immunrendszerük, mert rossz a hangulatuk, meg tápanyag hiányosak. Ezt most csak azért mondom, hogy azok az emberek, akiknek ez rendben van, azoknak nem kell félni. Érted? Nem kell félni. Tehát az immunrendszere valakinek rendben van, azoknak nem kell félni. Tehát nem kell félni a vírusoktól, baktériumoktól. Semmi baja nem lesz. Most átesik rajta, és akkor mi van? Eddig is átestél különböző víruson, meg baktérium, és akkor mi van? Érted? Na most, tehát egy olyan világban vagyunk, ahol pont az van tesztelve, hogy mennyire használod az eszedet, vagy mennyire nem használod az eszedet. Érted? Tehát aki nem tudja használni az eszét, tök mindegy milyen okból, akkor azt nézd meg emberiség szempontjából, alkalmas a túlélésre. Én csak úgy kérdezem. Tehát most gondold végig, az embernek ösztönlényként kellene túlélni, és ösztönlényként kellene majd a további évszázadokat megélni, vagy értelmes lényként. Tehát aki azt mondja, hogy ösztönlényként, az egy hülye barom. Erre azt tudom mondani. Szebb erre nem jutott eszembe. Oké. Na most, ki az, aki úgy gondolja itt a teremben, hogy értelmes lényként kellene az embernek túlélni? Tegye már fel a kezét, jó? Oké, köszönöm szépen. Ha persze ennek alapján már hiába csinálnék egy ellentesztet. Szóval lényeg az, hogy én úgy gondolom, hogy az emberiség nagy része úgy gondolja, hogy nem ösztönlényként kellene túlélni, nem? Aha, és akkor megkérdezném. Te most elsősorban ösztönlény vagy, vagy értelmes lény? De most ugye ezt tudjátok, hogy ez egy olyan élőadás, ahol elsősorban azoknak beszélek, akik itt nem tanulok. Ugye ebben tisztában vagy. És a többség, aki megnéz, az nem tanuló. Na most akkor újból megkérdezném, hogy akkor most te mi vagy, ösztönlény,
vagy értelmes lény. Tehát egy értelmes lény, az helyesen kezeli az élethelyzeteit. Egy értelmes lény átlátja a helyzeteket. Mert különben nem lehet helyesen kezelni az élethelyzeteket. Világos ez? Egy értelmes lény, az, hogyha keletkezik neki egy problémája, akkor simán feladatként megoldja. Egy értelmes lény miért tudja ezt megcsinálni? Mert van elég tudása. Egy értelmes lény fogja, és képes arra, hogy megelőzze a problémáit. Egy értelmes lény képes arra, hogy ha valami célt kieszel, akkor azt véghez is vigye. Sőt, arra is képes, hogy ez esetleg ezekben segítséggel legyen másoknak. Na most akkor megkérdezném, hogy szerinted te itt a mi társadalmunkban, itt a nyugati társadalomban, amit ugye közelebbről ismersz, ezt látod, hogy az értelmes lények ezt csinálják. Hát akkor mennyire értelmesek? Vagy mennyire ösztönlények? Hogy megkérdezném. Na most, ha az emberiségnek értelmes lényként kellene túlélnie, akkor ösztönlényként hova hivatott? Csak úgy kérdezném. Gondolkozz. A nem túlélésre. Nem a túlélésre. Tehát ha bárki azt gondolja ezen a bolygón, hogy az emberiségnek ösztönlényként kellene túlélni, akkor bakot lő. Mert a fentiek nem ezt akarják. És most van a kiválasztódás ahhoz, hogy ki az ösztönlény, és ki az értelmes gondolkodó lény. Világos ez? Nyilván ahhoz, hogy valaki értelmes gondolkodó lény legyen, tanulnia kell. Nyilvánvaló. Tehát nem győzök azon meglepődni, mikor egy spirituális ember azt írja, érted, egy kommentben, erről már beszéltem, azt írja egy kommentben, hogy hát a szeretet az mindent megold. Nem kell tudás. Tudás az nem kell, szeretet az megvan oldva, a szeretettel minden. Jó, ezt erről már beszéltem, nem fogom ismételni magamat, hogy ezzel kapcsolatban mit mondtam a múltkor, azt hiszem éppen egy-két előadással ezelőtt, így díjmentes előadással ezelőtt, de nem is ez a lényeg. Egyetértek a szeretet résszel természetesen, de az, hogy nem kell tanulni. Na most én emlékszem magamra, amikor azt mondtam, középiskolát végeztem, és azt mondtam, hogy többet én iskolába be nem iratkozok, az hód biztos. Elegem volt totál az iskolából, és emlékszem erre az önmagamra, amiben most vagyok, hogy a világon a legfontosabbnak tartom, hogy az ember olyan dolgokat tanuljon, ami a fejlődését eredményezi. Érted? Tehát ez óriási különbség a kettő közt. És emberek azt gondolják, hogy nekik nem kell tanulni, hát ők bőven elég, amit tudnak. Vagy hát majd internetről innen-onnan összeszednek valamit. Na most, hadd mondjam el. Ezt megint azoknak a szellemi embereknek, akik úgy gondolják, hogy ők mindent tudnak. Drága szellemi emberek, megkérdezném tőletek, hogy mi kellett ahhoz, hogy valaki az elmúlt 1000 években egy magasabb létformába kerüljön. Hát mi kellett ahhoz, hogy valaki emberi lényként magasabb létformába kerüljön? Hát ha valaki azt mondja, hogy hát ahhoz csak meg kellett halnia. Akkor valami nagyon nincs tudásod ezzel kapcsolatban. Mert akkor csak az azt jelenti, hogy bekerültél egy átmeneti létformába, egy,
egy olyan köztes létformába, aminek újbóli emberi újraszületés a következménye. És úgyhogy akkor nézzük tovább, hogy vajon, még egyszer a kérdés, vajon kik kerülhettek be az elmúlt évezredekbe egy magasabb létformába? Aki ebben egy kicsit is tisztában van, az pontosan tudja azt, hogy azok, akik elvonultak kolostorba, vagy elvonultak a remetének, és olyan magas szintű tudáshoz jutottak az ember és az élet működésével kapcsolatban, ami által képesekké váltak a tökéletes elfogadásra. Tehát, hogy képesek legyenek elfogadni egy helyzetet, egy történést, egy eseményt, egy tárgyat, egy élőlényt, vagy egy szemét elfogadni úgy, ahogy az elé került. Mindenféle érzelem nélkül. Na most ez azt jelenti, hogy ehhez vajon hova kellett elvonulniuk? Remetének, tehát magyarul kizárták a környezetüket. Tehát az kiléptek abból a környezetből, amiben előtte voltak. Vagy elmentek, kolostorba vonultak olyan emberek közé, akik hozzá hasonlatosak voltak. Nem kinézetre természetesen, hanem gondolkodásba. És nem egy évet tanultak, hanem mennyit? Hát valószínűleg évtizedeket. Érted? Ó, de hát emberek azt gondolják. Szellemi embereknek mondják magukat, hogy ők már azon a szinten vannak. Aha. És kikkel kommunikálsz? Csak úgy kérdeznél. Hány olyan emberrel kommunikálsz rendszeresen, aki szellemileg nem fejlődik egy lépésse? Körbevetted teljes egészében olyan emberekkel magadat, mint te vagy? Mert akkor tudsz fejlődni, hogyha körbevetted magadat olyan emberekkel, mint te vagy. Ha te akarsz fejlődni, persze. Tehát ez másként nem megy. Aha, és megvan a rendszered hozzá, meg a módszered, hogy körbevedd magadat olyan emberekkel. Aha, na erre fizetek én be. Tehát gondolkozz, hogy mit gondolsz avval kapcsolatban, hogy ki és hogyan kerülhet be egy magasabb létformába. Tehát a magasabb létformába kerülés az egy hosszú tanulási folyamat végeredménye, de nem csak a tanulás, hanem a megélések végeredménye. Tehát amikor az ember megél dolgokat, ami belevési a tudást az egyénbe, a megélés, érted? És beleég az elméjébe maga a megélés által a tudás, érted? Tehát addig, míg egy tudást nem élsz meg, az csak elmélet. Nem feltétlenül kell saját tapasztalatból megélni, de közvetlen rálátásod kell, hogy legyen arra a megélésre. Érted? Na most gondold végig, hányféle probléma van a világban. Aha, szóval te akkor egy olyan ember vagy, aki azt szeretné, hogy a családtagjaik éljenek meg minden problémát. Mert ugye te akkor tudsz
tapasztalatot szerezni mások által, rálátásod van, közvetlen rálátásod van valakinek a problémájára. Aha, és azt mondod, hogy a családtagok azok, akiken keresztül te tanulsz. Aha, igen. És szóval azt akarod szegény családtagjaidnak, hogy minden nyavajás problémát éljenek meg. Vagy azt akarod, hogy magad éljél meg minden problémát. Hát elég ostoba vagy. Tehát én nem bántani akarlak, hanem ébreszteni akarjak, hogy ébredj már föl a Csipke Rózsika álmodból, ahol azt gondolod, hogy neked van elég tudásod. Érted? Tehát az élet és az ember működéséről sokkal, de sokkal többet tudok, és akkor azt mondanád, hogy milyen nagyképű ez a Szedlacsi, akkor is sokkal és sokkal többet tudok, mint az emberek 99,99 akárhány tized, vagy ezred, vagy tízezred százaléka. Világos ez? Na most, ez nem nagy képűség, ez tény. Tudod miért? Mert én 37 éve kezdtem az emberekkel való foglalkozást, és embereket tanítok, azt mondja, hogy rendszerességgel 93-ban kezdtem embereket tanítani. És olyan dolgokra, amire most tanítok, olyan dolgokat elkezdtem tanítani 99-ben, 2000-ben mondjuk. Hát az is 21 éve. És azért gondold végig, hogy vajon te csináltál olyat, hogy a te vezetéseddel egy szervezet 4 különböző piacvezetői pozícióba kerüljön. És akkor megkérdezték például az egyik kommentben, hogy vajon mi lehet az a 4 piacvezetői pozíció? Hát az egyik volt a lakásbiztosítás. Lakásbiztosítás. Jó volt, ez csak fél éves volt. Utána abba hagytuk, mert ez így ilyen kampánymunka volt. De akkor is mi vittük be a legtöbb szerződést, lakásbiztosítás szerződést a biztosítónak országosan. Majd utána lett egy olyan, hogy önkéntes nyugdíjpénztár, ne keverd a magán nyugdíjpénztárra. Tehát az önkéntes az önkéntes alapon ment, a magán az meg állami nyugdíjhelyettesítő akármi. Szóval mindegy, abban olyan piacvezetői pozíciót értünk el, mint elhangzott, amit azóta se tudtak lekörözni, pedig 2000-ben abba hagytam. Akkor utána piacvezetői pozíciót értünk el önkéntes, önsegélyező pénztári pozícióval. Ami azt jelenti, hogy megint tagszervezés természetesen. Tehát ez mind tagszervezés, csak az első az, amilyen kis volt. A második, abban már csak tagokat szerveztünk. És olyan mértékű taglétszámot hoztunk létre, amit nem tudott más pénztár megcsinálni. Érted? És piacvezetők lettünk. Majd a coach képzések terén vagyunk piacvezetők. Világos ez? Tehát egy coachképző intézet sincs Magyarországon, amely annyit coachot képezne, mint mi. Ennyi. Pont. Milyen egyszerű. És ez nem nagy képűség, ezek tények. Oké? Okay? És ezt nem szemde nyusziként fogom elmondani. Hanem én ezekre az eredményekre büszke vagyok. Érted? Ha tetszik neked. Hanem akkor is. És akkor ugye megkérdezhetném, hogy te csináltál hasonló eredményeket?
Mert ez mind emberekkel kapcsolatos volt. Más miért nem tudott akkora önkéntes nyugdíjpénztári létszámot toborozni, mint amit mi? Más miért nem tudott akkora önsegélyező pénztári taglétszámot toborozni, mint mi? Más miért nem tudott akkora coachképzésre tanulókat toborozni, mint mi? Érted? Tehát ez nem nagy képűség, ezeket úgy hívják, hogy eredmények. És akkor olvastam például olyat is, hogy valaki írja, hogy a Szedlacsik az már 60 éves lesz november 17-én. Ez volt az egyik komment. És akkor meg ránéztem, hogy mennyi lehet az illető, nagyon nem tudtam megállapítani, tényleg. Hát nem tudtam megállapítani, hogy most idős vagy fiatal, mert olyan elvont kinézete volt. De tényleg olyan elvont kinézete volt. És lényeg az, hogy én tudom, hogy egy olyan világ van, hogy nem csoda az, hogy a fiatalok mostanában az elmúlt évtizedekben nem nagyon néznek föl az idősebbekre. Ezen nem csodálkozom. Mert nagyon sok ember nem bölcsebbé válik a korral, hanem én inkább azt mondanám, hogy ellenkezője. Tehát nyilvánvaló, ez is egy ok. Meg nyilván az is ok, hogy az idősebbek a fiatalabbakat kérik műszaki tanácsokra. Például a telefonnal, tévé használattal, számítógép használattal, és ettől a fiatalok azt gondolják, hogy az élet minden területén többet tudnak. Mert azt gondolják, hogy gyakorlatilag az élet az a műszaki tudományokban véget is ért. Na most, de azért megnézném, hogy egy 20, vagy egy 30, vagy egy 40 éves hol élhetett meg annyi dolgot, mint mondjuk egy 50, vagy egy 60, vagy egy 70 éves. Nem? Most átlagosan. Persze kivételek lehetnek, hogy valaki sokkal többet megélt, mit tudom én, 40 évesen, mint egy másik ember 60 évesen. Persze ilyen lehet, de átlagosan. Hát nyilván átlagosan az van, minél hosszabb életű az ember, annál többet megéltek az emberek, nem? Na most, ha annál többet megéltek, akkor nem lehet, hogy esetleg azok közt volt néhány, amely tanult is belőle. Legalábbis abból, amit megél. Nem lehet. Mert én esetenként találkozok ilyen emberekkel. Érted? Akik még tanultak is abból, amit megéltek. Na most ezeket azért mondom el, mert valahogy ilyen, azt gondolják emberek, hogy mit tudom, írják a kommentben, hogy nehogy már a Szedlacsik mondja meg, hogy ki kerül be az aranykorba. Nem én mondom meg. A fentiek az illető működése alapján ítélik meg, hogy az illető bekerülhet-e az aranykorba, vagy sem. Na most én meg tudod, mit tapasztaltam az emberekkel kapcsolatban? Hogy az emberek működése attól függ, hogy mennyi tudásuk van, és azt a tudást mennyire képesek használni. Pont. Nincs más. Tehát nincs más. Még egy egyszerű dolog is. Az, hogy az ember milyen hangulatú. Még ez is tudás kérdése a mai világban. Még ez is tudás kérdése. Érted? Pedig ez látszólag olyan dolog, amit ez nem kellene tudás, nem? Mégis nekünk szerdán fog kezdődni a hangulatjavító coachképzésünk. Hát
hogyha azt gondolod, hogy az embereknek nem kell a hangulatról tanulniuk, akkor nézd rá, hogy az elmúlt másfél évben a társadalom hangulata mennyit romlott. Ha te nem látod azt, hogy a társadalom hangulata romlott volna, akkor te valami, nem tudom, mi mögött nézed a világot. Szóval lényeg az, hogy ha az ember azt akarja, hogy aranykorba jusson, erre vannak, akik azt írják, mert aranykorban. Hát ha te azt gondolod, hogy aranykor van, akkor neked fogalmad nincs, mi az aranykor. Tehát addig nem tud aranykor lenni, amíg elnyomók vannak. Márpedig a bolygó 20%-a az elnyomó pont. Nem 25%-a és nem is 15%-a, hanem pontosan 20%-a. Minden ötödik ember a bolygón elnyomó. Ha valakinek nem tiszta, hogy mi az, hogy elnyomó, akkor röviden megfogalmaznám. A saját túlélése érdekében, a környezetében, vagy a hozzáférhető emberek között elérik, hogy kisebbnek érezzék magukat, mint ő. Világos ez? Tehát ő éri el, hogy kisebbnek érezze magát mellette, vagy a környezetében az a személy, mint ő. És ezt hogy éri el? A másiknak a kisebbítésével éri el. Világos ez, hogy éri ezt el, hogy másik kisebbnek érezze magát. Ebből a szempontból ez egy dolog, de vagy részletkérdés, de lényeg az, hogy eléri. Oké? Okay? Tehát minden ötödik ember elnyomó, addig nincs aranykor, míg az elnyomók bőszen tevékenykednek. Miért nem lehet addig aranykor? Nagyon egyszerű. Azért nem lehet addig aranykor, mert a szociális emberek, akik a bolygó 80%-a, ha elnyomás érik őket, elnyomottként kezd el üzemelni, ami azt jelenti, hogy úgy üzemel, mint egy elnyomó. Tehát egy szociális ember, ha elnyomást kap, akkor elkezd úgy üzemelni, mint egy elnyomó. Ez akkor nem valósul meg, csak abban az esetben, ha az illető az elnyomás hatására is jó állapotban tud maradni. Világos ez? De amint valaki szociális emberként jó állapotban elnyomást kap, és ezáltal már nem jó állapotúvá válik, rögtön elkezdi továbbadni azt az elnyomást, amit kapott. Világos ez? Attól, hogy te ezt nem tudod, attól ez még így van. És megint azoknak mondom, akik nem tanulnak itt. És nem azoknak, akik itt tanulnak. Na most, ahhoz, hogy aranykor lehessen a bolygón, eleve az elnyomóknak el kell tűnni. Na most, de mi történik? Gondold végig, vannak az elnyomók, akik most bőszen elnyomóskodnak. Ezáltal elérik azt, hogy a szociális emberek elnyomottak, elnyomóvá válnak. Tehát úgy, hogy idéglenesen csak elnyomóvá válnak. De akkor is elnyomóskodnak. A szociális emberek elnyomóskodnak. Na most, én megkérdezném, mivel az aranykorban nem lehet elnyomóskodni? És a szociális emberek meg tudás nélkül elnyomóskodnak. Akkor szerinted bekerülhetnek az ilyen típusú szociális emberek az aranykorba? Hát csak úgy kérdezném. Nem. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez egy teszt. Teszt arra, hogy hogyan állod a sarat. Érted? Tehát magyarul az elnyomás hatására mit művelsz?
elkezdele elnyomoskodni, vagy megmaradsz szociális ember. Tudod, mennyi maradt meg szociális emberként? 20%. Tudod, mennyi maradt meg másfél év után? 4%. Elég nagy visszaesés, nem? Na most, azok az emberek tehát, akik azt gondolják, hogy hát csak úgy majd ők bejutnak automatikusan az aranykorba. Óriási tévedésben éltek. Az aranykorban a tökéletes elfogadást kell megtanulni, és az, hogy tökéletesen feltétel nélkül tudjál együtt működni emberekkel, tehát más személyekkel, inkább úgy mondom, hogy más személyekkel. Na most, ennek a megtanulása nem egy év, meg nem is három. Ez évtizedek. Csak úgy mondanám. Évtizedek. Meg van határozva, hogy mikorra kell legkésőbb aranykornak lenni, ez 2035. Oké? Okay. Na most, ha ugye az január 1-e, vagy december 31, az most ebből a szempontból részletkérdés. Tehát az részletkérdés. De aranykornak kell lenni. Ha nem lesz aranykor, akkor ez a bolygó törlésre kerül emberiségestől, mindenestől. Világos ez? És ezt nem én mondom, jó? Én csak közvetítem. Attól, hogy neked ezzel kapcsolatban nincs információd, megint csak mondom azoknak, akik nem tanulnak így, itt, attól ez így lesz. És az azt jelenti, hogy most folyik a kiválasztódása annak, hogy kik lesznek azok az emberek, akik az aranykorban tanítói szerepet fognak csinálni. A tanítói szerepük lesz. Hát nyilván annak lehet tanítói szerepe, akinek van tudása. Világos ez? És nem az 5x5-re fogod tanítani a gyerekeket. Jó? Maradjunk ennyiben. Hanem a felnőttek tanításáról szól a történet. Na most, aranykor az azt jelenti majd, hogy nem lesz szükség pénzre. Az emberek úgy fognak dolgozni, hogy körülbelül 2-3 órát napi szinten, és ebből a 2-3 órával mindent, ami a szükségletük, ahhoz elérik azt a tevékenységet, azt az eredményt, ami által hozzájuthatnak a teljes szükségletükhöz. Mivel nincs elnyomás, nem tudom mennyire tudjátok, hogy minden betegség elnyomáshoz köthető. Tehát nincs olyan betegség, ami nem köthető egy elnyomáshoz. Világos ez? Na mivel nem lesz elnyomás az aranykorban, ezáltal nincs betegség. Világos ez? Na most, ha nincs betegség, akkor az emberek eleve jobb állapotba tudnak lenni. Világos ez? Na most, de az aranykorban már nem kerülhet valaki be úgy, hogy önző. Na most gondold bele, hogy az embereknek hány évbe telik, mire megtanulják, hogy lemondjanak az önzőségről, méghozzá teljes mértékben. Mert az önzőség azt jelenti, hogy többet akarok, mint amennyi nekem jár. Világos ez? Ezt jelenti az önzőség.
Na most, ami jár, azt úgy hívják, hogy csere. Amit adsz, azt kapsz. Oké? Attól, hogy te nem tanultál ilyen dolgokat, legfeljebb érezted valamilyen szinten, hogy így van, nem gondolod, hogy át kellene adni a tudást az embereknek? Ezt megint mondom azoknak, akik nem tanulnak itt. Tehát azt gondolod szellemi emberként, hogy ilyen-olyan tanácsokkal, vagy esetleg ilyen-olyan segítségekkel be tudod vinni az aranykorba az embereket? Hát te óriási tévedésben élsz. Óriási tévedésben. Az embereknek olyan tudása van szükségük, ami az élet működéséhez kell. És az emberi lény nem az emberi lény működéséhez. Na most az élet az számodra milyen fogalom? Mit jelent az élet? És most ezt mondom mindenkinek. Mit jelent számodra az élet? És mondom természetesen azoknak, akik nem tanulnak itt. Mit jelent számodra az élet? Az élő lényeket jelenti? Az élet? Vagy mit jelent? Aminek része ugye az ember, ezt jelenti, mert szerintem a legtöbb embernek tudja, ezt jelenti. Hát eleve ott kezdődik, hogy az életet az értelmes lények hozták létre. Tehát a mai fogalmunk szerinti életet. Ami valamilyen olyan élethez kapcsolódik, ami mögött ott van egy anyag. Mert a hangyának is van teste. A növénynek is van idézőjelben teste, ha nem teste, hanem szára, levele, stb. Stb. Tehát magyarul a mai ember azt gondolja, hogy az élet az valami kézzel fogható dolog. Nem. Egyáltalán nem az. Az élet ott kezdődött, hogy a Teremtő megosztotta magát a saját élet energiáját elkezdte megosztani. Érted? És kétféle megosztásról beszélünk, mert van az életenergia, és van az értelmes energia. És ezzel mind a Teremtő rendelkezett, és ezt mind ugye elkezdte megosztani. De először is az értelmes energiáját kezdte el megosztani. És ahogy megosztotta az értelmes energiáját, úgy megosztotta az életenergiáját is természetesen. És akármilyen hihetetlen, a most kézzel fogható életet, azt nem a Teremtő hozta létre. Tehát az anyagot nem a Teremtő hozta létre, hanem a Teremtőből létrejött további értelmes energiák hozták létre. Az értelmes energiákat úgy nevezzük, hogy lélek, lelkek hozták létre. Miért hozták létre? Tehát rájöttek arra, hogy létre tudják hozni. És miért hozták létre? Hogy szórakoztassák magukat. Nem vicc. Ilyen egyszerű okból. És akkor oda alakult ki, hogy lett akár az test, akár az ember teste is. És ez azt jelenti, hogy
itt vagyunk mi emberek, és foglalkozunk olyan dolgokkal, ami ilyen másodrendű. Tehát foglalkozunk olyan dolgokkal, amit nem is a Teremtő hozott létre. Érted? Hanem olyan lények hoztak létre, amik lehet, hogy már szemben helyezkedtek a Teremtővel. Érted? Ilyet tudok neked mondani. Úgy hívják, hogy Lucifer. Oké? Okay? Tehát ő is képes anyag létrehozására, rengeteg Teremtő által teremtett lény, tehát a Teremtő magából létrehozott lény képes életet teremteni. Világos ez? Attól, hogy az ember nem képes erre, csak korlátozott mértékben, attól mások képesek. És akkor azt gondoljuk, hogy hát majd egy olyan korba, ami átmeneti kor, a jelenlegi földi lét és egy felsőbb létforma között, amit úgy hívnak, hogy aranykor, majd oda bárki úgy bekerülhet, hogy akár elnyomó, vagy akár rendszeresen elnyomoskodik, mert elnyomják, és egyáltalán nem tudja kezelni az elnyomást. Érted? Egyáltalán nem. Tehát most gondold végig, hogyha megint a kintieknek beszélek, azt jelenti, akik nem itt tanulnak. Gondold végig, hogyha te olyan személy vagy, aki megbírál másokat. Ha olyan személy vagy, aki simán rosszindulatúan áll olyan emberekhez, akit nem is ismer. Akkor neked mi közöd az aranykorhoz? Mi közöd? Hát olyan távol állsz tőle, hogy ihaj. Tehát vannak olyan emberek, akik, ha valakit meg akarnak valamilyen szinten ítélni, akkor azt mondják, hogy hát ahhoz, hogy meg tudjam ítélni, hát nyilván találkoznom kell vele. Nem. Nyilván nem elég egy telefon, nyilván nem elég egy Skype, hogy vagy egy messenger, ahol akár látod is. Nem. Találkozni kell. Csináltam az imént egy fényképet. Nem egyet, direkt sokat. Itt álltak a házigazdák. Emlékeztek az imént? Róluk csináltam, majd meglátjátok, megmutatom. Lefényképezte körülöttetek az energiát. Ránéztél így, és nincs ott. Fényképezőn keresztül ott volt, mutattam. Részletek legyen benne. Érted? Tehát ránéztünk, a két házigazdár szabad szemmel nem láttuk. És a fényképezőn meg ott látszott. Körülvevő energia. És le is sikerült fotózni, hála Istennek, mert megnéztük, hogy ott van. Na most, hogy tudod ezt megcsinálni? Telefonon keresztül? Hogy tudod ezt megcsinálni? Mondjuk Skype-on vagy Messengeren keresztül? Sehogy. Ami annyit jelent, hogy vannak olyan emberek,
akik szellemi emberként képesek arra, hogy akár érzékeljenek. Érzékeljék a másiknak az energiáját. Hogy tudod megcsinálni ezt csak úgy látatlanba? Érted? Hogy? Ja, és akkor te akarsz bekerülni az aranykorba, akinek előítéletei vannak? Vagy beskatujázásai vannak? Hát a buta embernek vannak előítéletei, meg beskatujázásai. Oké? Nem az értelmes, okos embereknek. És akkor ugye kérdezném továbbiakban, hogy élsz meg olyan dolgokat majd, amit nem tudsz megélni csak egy saját csapaton keresztül? Hogy élsz meg? És hogyha a saját csapaton keresztül megéled, akkor tudod majd kezelni azt a dolgot. Ha nem éled meg, akkor nem tudod kezelni azt a dolgot. Sokkal, de sokkal több problémát láttam rajtatok keresztül, mint amit előtte én valaha megtapasztaltam volna. Vagy akár hallottam volna. Érted? Vagy akár hallottam volna. Nem is tudtam, hogy léteznek olyan problémák, amiket rajtatok keresztül informálódtam arról a problémáról. Érted? Hála Istennek nem kellett megélni. És ezekben hogy szerzel tudást? Ja, mindent magad akarsz megélni. És hogy tanulod meg a feltétel nélkül együttműködést? Tehát azt, hogy érdek nélkül működj emberekkel. Azt hogy fogod megtanulni? És akkor ugye van, aki azt írja, ugye nem itt tanuló, azt írja, hogy hát itt nálunk csak a szedlacsik, meg csak a pénz számít. És akkor valaki kommentelte ezt a csak a pénz számít, hogy óránként 330 forint a képzés. És akkor ugye erre végig gondolva csak, hogy mert ugye még valamit írt hozzá, aminek valami olyasmi a lényege, hogy ez egy bagatell össze. Tehát semmit nem kapsz óránként 30, semmilyen képzést nem kapsz 330 forintért. Érted? Óránként. Semmit. Semmilyen képzést. Nem, hogy olyat, ami módszerek vannak benne, semmilyet. Tehát az nem képzés, hogy te A-ba vagy, neked B-be kellene lenned, az nem képzés. Azt úgy hívják, hogy információ. És a neten ilyen képzések vannak, hogy te A-ba vagy, neked B-be kéne lenned. Jó, és hogy jussak el oda? Azt már úgy hívják, hogy módszer. Tehát az ember módszer révén módszert használva tud A-ból B-be jutni. Az elmúlt 11 évben, tehát sose dolgoztam annyi emberrel, mint most az utolsó években, soha. Tehát sose előtte. És az elmúlt 11 évben nem tudtak olyan kérdést föltenni az élet vagy az ember működésével, kapcsolatban, amire mondjuk 3 percen belül ne tudtam volna megmondani a választ. És ez megint nem nagy képűség. Ez azért mond valamit, érted? Tehát ez azt jelenti, hogy nem vagyok egy hülye ember, nem? Oké. Okay. És valamiért kaptam ezt a képességet, hogy meg tudják adni a választ. Érted? Na most gondold végig,
Tehát nekem tök mindegy, kiről van szó, csak ne antiszociális legyen, tehát ne elnyomó legyen. Az, hogy valaki elnyomó vagy nem, elég hamar meg tudom állapítani. Tehát bárki meg tudja állapítani, ha van hozzá tudása, de ugye úgy, hogy mondjuk a működéséből, vagy bizonyos információkból hamar megállapítsa azt, hogy valaki elnyomó vagy sem, azért kell még egy kis plusz. Mert kell hozzá tapasztalat is. Na most hála Istennek, minket az elnyomók elkerülnek. Hála Istennek. Ami azt jelenti, hogy persze, sok ember tudatlanságból elnyomóskodik, még akkor is, hogyha esetlegesen senki nem nyomta el. Tehát vannak olyan fajta emberek, akik ha rossz állapotba kerülnek, akkor hajlamosakká válnak arra, hogy másokat kisebbítsenek. Nem elnyomók, de ez azt jelenti, hogy van egy másik típusa az elnyomónak, ez most egy kis tudás, hogy ha valaki hasonló olyan helyzetbe kerül, amiben őt elnyomták valamikor régen, és ez elég, hogy valami emlékezteti arra a helyzetre. Valami apró részlet emlékezteti. És az illető nincs egy túl jó állapotban. Akkor az illető elkezd elnyomoskodni. Úgyhogy semmilyen elnyomást nem kapott. Érted? A jelenben. Ezt mi úgy hívjuk, hogy második típusú elnyomott. Tehát második típusú elnyomott. Hát az emberek, akik ugye hajlamosak arra, hogy elnyomottá váljanak és elnyomoskodjanak, legalább a fele csinálja ilyen, ezeket. Fele. Tehát legalább a fele. Na most gondold végig, hogy tudás nélkül hogy jössz ki ezekből? Tehát bekerülsz az aranykorba, mondjuk bekerülnél, nem kerülhetsz be, csak feltételezzük, jó? Hogy bekerülnél az aranykorba, és egyszerűen nem vagy elnyomó, tehát egy szociális személy vagy, de elnyomtak valamikor, főleg gyerekkorban. És egyszerűen az aranykorban valami emlékeztet arra, hogy téged elnyomtak, és te fogod bekattansz, és a környezetedben lévő legközelebb lévő szemét, vagy gyenge szemét, hozzád képest gyengét fogod és elnyomod. Hát ilyen nincs. De nem lehet. És akkor kérdezem, hogy fogod kiküszöbölni? Tehát a fele az azt jelenti, hogy az elnyomottak fele, az azt jelenti, hogy fele ilyen, fele olyan. De az nem azt jelenti, hogy aki az egyes típusú LB-be tartozik, az nem szokott kettes típusú LB-séget csinálni. Érted? Tehát magyarul az elnyomottak, azok ugrálnak az egyes típusú és a kettes típusú elbéség között. Tehát elnyomottság között. Az elbé azt jelenti, hogy lehetséges bajforrás. Jó, tehát most hogy kerülsz be oda, hogyha ezt nem tanulod meg? Hogy kerülsz be az aranykorba, hogy az aranykorban már ne nyomjál el senkit? Hogy kerülsz be, amikor arra vagy képes, hogy szapulj embereket? Érted? Vagy arra vagy képes, hogyha valaki hibázik, akkor porba alázd.
Érted? Azért, mert hibázott. Mert azt merte írni neked, hogy nem fogsz bekerülni az aranykorba. Érted? Neked a nagy egójú valakinek ezt merte írni, hogy te nem fogsz bekerülni az aranykorba. És ezt fogta, és emiatt, mert ezt valaki ezt írta, hogy ő nem fog bekerülni az aranykorba, porigalázta azt a szemét. Érted? Aki ezt írta. És ő a nagy szellemi ember. Bravo, gratulálok neked. Tehát nem azt írta, hogy hülye vagy, vagy valami hasonlót, nem. Hanem, hogy nem fogsz bekerülni az aranykorba. Szóval a lényeg az, hogy gondold végig, hogy kerülsz be az aranykorba tényleg? Hogyha egyszerűen egy szóra be tudsz kattanni. Érted? Hogy egy szóra elmegy az eszed. Vagy egy mondatra. Nem kerülsz be az aranykorba, három szó volt. Oké? És te bekattansz. Hogy kerülhetsz be az aranykorba, ahol nem lehet elnyomás? És nem kellene ezt megtanulni, hogy hogy kell az ilyen helyzeteket kezelni? Hogy kell a bekattanásokat kiküszöbölni, hogy ne kattanj be? Nem kell. Ó, hát te szuper ember vagy, te tudsz mindent. Hát persze. Nem véletlenül tanítom azt, hogy ahhoz kellene legalább 9 év, hogy az ember mindent, ami kell ahhoz, hogy bekerülhessen az aranykorba, megtanulja. Érted? És miért baj az, ha az több? Miért baj az, ha nem 9, hanem mondjuk 14 év, érted? Miért baj az? Miért baj az, hogyha például az ember mondjuk abból már tanítani is tud, érted? Nem csak tanulni. Miért baj az, hogyha az ember át tudja adni már a tudását másoknak? Miért baj az? Tehát semmi gond nincs azzal, hogy személyek, más embereket nyitogatnak, az anyagi világban élő embereket nyitogatják. Semmi gond nincs az, az tök jó. Nagyon fontos szerepetek van. De a hülyeségben nincs fontos szerepetek. Oké? Okay? Tehát az azt jelenti, hogy tegyétek nyugodtan a dolgokat, a dolgotokat. Jó, és... Én bárkivel, aki nem elnyomó, el tudom képzelni az együttműködést. Bárkivel. Az elnyomókkal nem. Oké? Okay? Tehát az azt jelenti, hogy a bolygó 80%-ával el tudom képzelni. Semmi gond nincs ezzel. Tehát együtt kell bekerülni az aranykorba, nem külön-külön. Érted? Külön-külön nem lehet bekerülni. Ugye tanítottam ma, hogy hogy tud létrejönni az együttműködés. Emlékeztek? Nem hiszem, hogy hallottátok ezt valaki mástól. Tehát lehetett bármilyen képzettséged, de hogy ezt máshonnan nem hallottad még, abban én biztos vagyok. Hogy hogy tud létrejönni az együttműködés. És hogy most ugye miért nem tud létrejönni az együttműködés, már évezredek óta az embereknél. És ugye ennek megvan a végeredménye, hogy miért nem tud létrejönni az együttműködés. És hogy tud létrejönni az együttműködés, az is megvan. Tehát nincs időd várni. És gondold végig, senki nem talált úgy ránk, ha közvetlenül talált ránk, akkor sem. Ha valakin keresztül jutott hozzád az információ, akkor sem jutott úgy
hogy ezt nem szervezték meg, hogy ez így legyen. Kik? A fentiek. Most onnantól kezdve én valahogy a teremtőm akaratával szemben, vagy az Istenem akaratával szemben, én nem szegülnék. Tehát, ha ő most akarta, hogy megismerd, akkor nem azt jelenti, hogy majd 2 év múlva elkezded az itteni tanulást. Hanem ha most mutatták meg, akkor most kellene elkezdeni a tanulást. Világos ez? És ha te már nézed egy ideje a videóimat, mert sokan jönnek úgy, hogy már egy jó ideje néztek, már mit tudom én hány videót néztek tőle. Akkor ugye az a saját akaratod volt, hogy mondjuk a fél évet nézted a videóimat, hogy nem fél évvel ezelőtt csatlakoztál. Pedig a fentiek már fél évvel, vagy a Istened már egy fél évvel ezelőtt odarakta eléd. Szerinted nem azért, hogy akkor kellett volna elkezdeni? Tehát azt a közösségi részt, azt az együttlétet, a visszamenőlegesen megvett anyag nem pótolja. Világos ez? Hiába vesz meg valaki visszamenőlegesen anyagot, azt az elvesztegetett időt nem pótolja be. Persze a tudás ott lesz, de azokat a megéléseket, amit emberekkel megéltél volna az alatt a fél év alatt, azt nem tudod bepótolni. Magyarul elvesztegettél mondjuk fél évet. De egy hónapot veszítesz el, egy biztos, hogy ebben az életben egy dolgot nem tudsz visszakapni. Az elveszített időt. Világos ez? Bármit visszaszerethetsz, szerezhetsz. Elveszted a párodat, lesz helyette másik, érted? Elveszted a házadat, lesz helyette másik. Tehát bármit elveszítesz, vissza tudod szerezni. Nem azt, egy másikat, érted? De az elveszített idő helyett nem tudsz oda tenni egy másikat. Az kész, el van veszítve. Érted? És én nem szállnék szembe a saját akaratommal, a teremtő akaratával szemben. Világos ez? Miért? Mert tudom, hogy mi a következménye az ilyen eseteknek. Ilyen egyszerű. És nem etikus a halogatás. Tehát az egy ártó tett ott kezdődik, hogyha az ember valamit megtehetne, és azzal maga vagy mások javát szolgálná, és nem teszi meg. Ezt úgy hívják, hogy ártó tett. És az ártó tettnek mindig negatív következménye van. Oké? Úgyhogy én helyetekben nem halogatnék, illetve a helyedben nem halogatnék. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket. Mindenkinek további jó tanulást kívánok. Visszaadom a szót a házigazdáinknak. Szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen ezt az előadást. Ebben a szurkálódós világban igen ránk fért. Köszönjük. Igen, igen. És mégis tartalmas volt. Tehát a következő előadásban majd bővebb információt láttuk kivetítve. Ahhoz meg kell nézni azt is. Én 6,5 éve tanulok Szedlacsik Miklós képzésein. Amikor először találkoztam a PPH-val, akkor nagyon sok problémám volt, és ha nem kezdtem volna el itt tanulni, akkor én már nem lennék itt. Olyan tudást kaptam Szedlacsik Miklós képzéseiből, amitől teljesen megváltozott az életem.
Nem mondom, hogy fájdalommentes volt az út idáig, de arról biztosítatlak benneteket, hogy megéri. Én azért szeretem Szedlacsik Miklós tanításait, mert ő nem az az ember, aki finomkodik és simogatja az egódat, hanem azért már, hogy jaj, nem mondom meg neki, nehogy megsértődjön. Én nagyon is örülök neki, hogy ő az az ember, aki megmondja, mondja is meg. Hiszen enélkül soha nem ismertem volna fel a hibáimat. És ha nem ismerem fel a hibáimat, nem is változtattam volna rajta. És ugyanott tartanék, mint 6 évvel ezelőtt, ha még egyáltalán élnék. Mert tudást csak attól lehet szerezni, akinek van. Szedlacsik Miklós közel 30 éves tapasztalattal rendelkezik az emberek szervezése és vezetése területén. És én ezért vagyok meggyőződve arról, hogy ő a kiválasztott arra, hogy létrehozza az aranykort. Az aranykor nem tudás kérdése, a tudás megvan. Az aranykorhoz nem véletlenül emberek kellenek? Szedlacsik Miklósnak olyan tudása van az emberek szervezése területén, amilyen másnak nincs. Ahhoz, hogy aranykor legyen, azt meg kell szervezni. Ahhoz meg kell szervezni az embereket. Én ezért vagyok meggyőződve arról, hogy ő az az ember, aki ezt képes megcsinálni. Egy picit meghatódtam, átadom a szót Karesznak. Hát én elmondanám én is az én történetemet, tehát a PPH előtt igen kaotikus életem volt, tehát jártam olyan helyeken, ahova normális épeszű ember nem megy. És ez nem vicc, de nem vagyok én erre büszke, akkoriban még nagyon sok minden mást is megcsináltam, amit nem kellett volna. Ugye ennek köszönhetően úgy szépen leépítettem az egész életemet, gyakorlatilag amin volt, mindenemet elvesztettem. Akkor tájt ismerkedtem meg a mostani párommal. A párkapcsolatunk is kezdett olyan szintre jutni, hogy elveszítem. Tehát, hogy el fogom veszíteni. Akkor ő közben megismerkedett Szedlacsik Miklós tanításaival, elkezdte hallgatni, és azt vettem észre, hogy egyre inkább jobban bánik velem, pedig hát előtte olyan volt az életem, mint a gólyáé, hogy költöztem állandóan, ha kell, hanem egyre jobban, egyre kisimultabban bánt velem, tehát egyre jobban tudta azt, hogy hogy kell velem bánni. Eljött az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy meghallgatok egy előadást. Meghallgattam. Hát fájt, ugye, mert abban az előadásban pont rólam beszélt, pont egy olyan emberről, akinek az élete olyan volt, mint amilyen akkor volt az enyém. És most itt az igazgatóm is mosolyog, mert ugye ő is ismeri a történetemet. Tehát elkezdtem én is, beálltam a sorba, elkezdtem én is a mestertől tanulni. Tehát Szedlacsik Miklós által szerzett tudás az, ami előidézte azt, hogy jelen pillanatban most itt állok az elragadó feleségemmel. Rendbe tudtam hozni úgy az életemet, hogy tehát mondom, mindenemet elveszítettem, semmi nem volt. Jelen pillanatban elmondhatom, hogy már mindenem van. 2 évre rá, hogy elkezdtem a tanulást, feleségül is vettem azt a nőt, akit imádok. És igen, bocsánat, tudjátok, ez tényleg nem jött volna úgy létre, hogyha a Szedlacsik Miklós finomkodna. Mert én tudom, hogy vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy mert milyen keményen beszél, meg helyenként csúnya szavakat is használ, de most valljuk be őszintén, most ha ezt finoman mondaná el, hány embernek menne át? Nem ez a cél. Nem ez a cél, hogy csak üljünk, hallgassunk egy előadást, jaj, de jó volt, és nem változik sehova az életünk. Nem erre megyünk. A környezetünkben is van olyan ember, mint amilyen én voltam annak idején, hogy neki nem kell segíteni, majd ő megoldja. Hát én is így voltam, meg tudtam én oldani. Ki tudtam én mászni a gödörből?
hogy beleessek a még mélyebbe. Tehát gyakorlatilag erről szólt a történet, hogy nekem ne segítsen senki. Majd tényleg jött az a tudás, ami által nem lennék most itt, és nem lennék az, ami vagyok. Ezt mind Szedlacsik Miklósnak és a tanításainak köszönhetem. 30 éves tapasztalat áll az ember mögött. Nem tudok még egy ilyen embert. Tehát időm nincs, hogy körbenézzek, utána olvasgassak máshol. Égi támogatást csak ő kap, senki más. Erről meg vagyok győződve. Igen, és sajnos, ahogy ezt is említette a Szedlacsik Miklós az előadásában, személyesen megtapasztaltuk mi is azt, hogy voltak emberek, akiknek ajánlottuk, hogy mennyire jó dolgokat lehet itt tanulni, gyertek, fejlődjünk együtt, és lényegtelen milyen kifogással nem jöttek. Sajnos volt olyan köztük, nem egy, akit lekapcsoltak. Meghalt. Nem mi öltük meg őket azzal, hogy ajánlottuk neki. Mert én ugye, nekem ez zokon. Tehát rosszul esett, amikor ugye azok az emberek, akiknek ajánlottuk, jött a hír, hogy elment máshova tanulni, mással kezdett el foglalkozni, és meghalt. Tehát, mint igen, ahogy elmondtam, ez nekem ez egy fájó pont volt, és egy kicsit féltem is ajánlani másoknak. De utána ez megváltozott bennem, mert én ezt már úgy mondanám, hogy nekem kötelességem ezt másoknak ajánlani. Az, hogy ki hogy él a lehetőséggel, az az ő dolga, meg hogy kit kapcsolnak ki az égiek, az meg az égiek dolga. Így van, így van. Tehát komoly dolgok ezek, higgyétek el, hogy nem azért mondja, mert ijeszgetni akar benneteket, hanem azért, mert ezt az égiek üzenték, és ő csatornázza, és nem kívánom, hogy megtapasztaljátok. Vannak más ismerőseink is sajnos, akik ezek szerint van még esélyük, mert itt vannak, viszont azt látjuk rajtuk, hogy amióta elutasították a lehetőséget, mindenféle problémáik vannak. Tényleg, tehát ugye tanítja Szedlacsik Miklós, hogy 4 területen kaphatsz problémát, anyagi, családi, betegség, baleset, ebből minimum 3-at kaptak, miután elutasították. Minimum 3-at. És zuhan lefele az életük. Tehát tényleg ez a tudás az egyetlen kiút a mai helyzetből, mert itt minden megvan egy helyen. Nem kell máshova menni, nem kell itt tanulni, ott tanulni, hogy összeszedd ezt a tudást, ráadásul nincs is már annyi időnk, vagyunk be őszintén. Itt minden megvan egy helyen, mert Szedlacsik Miklós felépítette nekünk komplexen ezt a rendszert. Ez így igaz. Egyszer volt igazgatómnak, Bartotosek Jánosnak egy elejtett mondata, és ebbe a szurkálódós világba ez most nagyon aktuális. Tehát a PPH a modern kor Noé bárkája. Ez így van. Köszönjük. Ez lesz a jó. Na, nincs mosogatás, tányércsörgés nélkül. Beláthatatlan következményű dolgokba beleugrasz, így szúrópróbaszerűen. Igaz, ingyen adták. De az életedet jobbító, előrelátható boldog élet lehetősége megrémít. Félsz boldognak lenni? Lehet, hogy te nem hiszel abban, hogy lehet boldog életet teremteni. Lehet, hogy abban sem hiszem, hogy létre lehet hozni egy boldogabb világot. Akkor ezúton szeretném megkérni azokat, akik nem hisznek az aranykorban, hogy ne tartsák fel azokat, akik már csinálják.
Köszönöm. Ha úgy érzed, hogy nem illesz bele ebbe a világba, akkor azért vagy itt, hogy segíts megteremteni egy újat, egy szebb, egy békés, boldog jövőt, magát az aranykort. Ha úgy gondolod, hogy képes vagy rá, hajlandó vagy tenni, akkor keresd minket, ír ránk, keresd a vezetődet, igazgatódat, segítünk. Szeretettel várunk minden olyan embert, aki hajlandó azért tenni, hogy ez a nagy közösség egyre nagyobb legyen, és a világra kiterjesszük az aranykort. Szeretünk benneteket! Köszönjük!